Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők, szeretettel köszöntjük Önöket Hangvilla című magazin műsorunkba. És aki itt volt egy héttel ezelőtt, az talán emlékszik az utolsó mondatainkra. Azt mondtam, hogy maradunk ebben a pozícióban, mindössze egy zakó cserélek. Na hát a zakó csere megtörtént, pontosan egy hét telt el, mióta a bluesról beszélgettünk és blues dalokat játszogattunk Esze Tamással, akit újfent nagyon nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Hát Tamás, mintha mi sem történt volna, mi folytassuk tovább a ma beszélgetésünket. A blues zenéről beszélgetünk, kedves televíziónézők, és hát riasztó kifejezéseket hallottam tőled itt az előbb a felvételek szünetében, úgyhogy talán olyan mélységekben mégsem megyünk bele, amiben egyébként nagyon el lehetne veszni, de mi mégis az irányt tűztük most így magunk elé, hogy a bluesról fogunk beszélgetni, sőt lesz majd egy zenei bejátszásunk, a tanári zenekar jön hozzánk és zenél, blues-t fogtok játszani. Ott viszont már felismerhetőek lesznek majd ilyen jazzes megoldások is, és azt mondtad, hogy hát akkor kezdjük egy kicsit a blues zenét elvinni a jazz irányába. Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Ugye ez a óriási kérdés. Jazzből táplálkozik a blues zene, vagy a bluesból táplálkozik a jazz zene? Hát mai napra kivetítve már ugye mindenképpen oda-vissza működik ez az irány, és az egyik táplálkozik a másikból, tehát ez egy olyan fúzió, ami már elválaszthatatlan és egymást erősíti. De ha történeti sorrendben akarunk menni, akkor először blues zene volt, és ugye hát Amerikában ugye már nagyon komoly klasszikus zenei élet volt, ugye hát Európából egy-egybe át lehetett ültetni oda is a zenei világot, és ez a bonyolult klasszikus összhangzattan, ez találkozott aztán ezzel az afrikai népzenével, és ezeket az érdekes hangokat és érdekes ritmizációkat a fogékonyabb klasszikus zongora művészek azok átvették, illetve ugye New Orleansban az volt az érdekesség, hogy ott ugye a kreol és a néger lakosságnak is volt már egy olyan része, aki klasszikus zenei, illetve európai műveltséggel rendelkezett. Tanultak nyelveket, tanultak zongorázni, tanultak klasszikus zenét, és innentől kezdve már egyenes útja volt ennek a keveredésnek. A televízió nézők közül én nem tudom, hányan hallgatnak blues zenét, én azt remélem, hogy nagyon-nagyon sokan. Te az előző adásban említetted, hogy kint voltál egészen sokat az USA-ban, bár azt is elárulhatod, hogy countryt hallgattál az autóban, de sokan azt hiszik még mindig, hogy ugye az USA-ban bárhová bemegyünk egy kiskocsmába, ott biztos, hogy blues zene szól. Találkoztál egyébként blues zenével az USA-ban? Hát igazából nekem nagyon sűrű programom volt, úgyhogy kifejezetten zenei bárokba nem mentünk, aha, de találkoztam... Tehát mondd ki bátran, hogy nem kocsmáztatok eleget. Nem kocsmáztunk. Sőt, ebből ugye kettő ugye zenei turné is volt, ahol ugye mi játszottunk és készültünk a zenei megjelenésünkre, illetve kirándultunk, de találkoztam tradicionális, ugye egy néger trióval találkoztam, jazz trióval, akik körülálltak és csodálkoztak, hogy most én mit keresek itt, hogy milyen gázsim lehet, hogy én ezért kimegyek, aha, hogy aha, valakinek a születésnapján mondjuk muzsikáljak, és nézték, hogy úristen, iPadről nézem a kottát, hogy ez milyen hülyeség, mert nekik ilyen nincsen, és nem. De hát nyilván ott is a zenei világ eléggé réteges, úgyhogy nagyon nagy zenei élet van, és inkább az életérzés, tényleg ez egy elcsépelt fogom, de ha valaki oda kimegy, akkor azt tökéletesen átérzi, hogy ott milyen zenei világ van, és micsoda zenei élet. Ugráljunk egy kicsit témák között, hát tanáremberként is ülsz itt velünk ebben a műsorban. Van olyan diákod, vagy volt olyan diákod, aki azt mondta, hogy hát tanár úr, én igazából tényleg csak a blues miatt, szóval én csak azért kezdtem meg gitározni, hogy nekem azt tanítsa. De, vagy van ilyen specializálódás? Igen, természetesen. Általában mindenki úgy kezdi, hogy jaj, nem, én csak rock. Csak rock zene. Én csak rockot, rockos, torzító, én nekem az elég. Jó, és akkor mondjuk végignézzünk ilyen, először hoznak egy rocknótát, hogy ezt.
És akkor nagyjából egy hónap után rájön, hogy nem fogja tudni megcsinálni, mert borzasztó nehéz, vagy technikailag. És akkor már ugye kezdem mondani, hogy hát ehhez azért lépcsőfokokat kell venni, meg kell tanulni a hangszert, és nagyon sok dolgot kell ahhoz megtanulni, hogy mondjuk összetudjam fűzni a játékomba azokat a megoldásokat, amiket hallok, egyáltalán meg tudjam én is valósítani. Uh-huh. Tehát ez rengeteg mindent kell megtanulni, és akkor szépen belátják, és elkezdik tanulni a zenét, és rájönnek arra, hogy hoppá, hát ez nem csak ennyiből áll, hogy leszedek egy rock szólót, hanem érdeklődnek, és most például van egy nagyon tehetséges növendékem, aki ugyanígy kezdte, és most már jazz improvizációt tanul, és olyan jó füle van, és olyan tehetséges, hogy most már rendesen jókat játszik. Ha tanítvány, tehát akkor úgy megy oda hozzád, hogy tanár úr, csak blues szeretnék, akkor lebeszéled, és akkor elviszed más irányba is? Nem, dehogy is. Tehát lebeszélni őket nem lehet, mert aha, akkor átmennek basszusgitározni. Jaj, nagyon jó. Tehát lebeszélni nem lehet őket, mindig megpróbálom ugye kicsit olyan irányból puhítani, hogy az érdeklődésüket felkeltsem. Aztán van, amikor nem sikerül természetesen, és belátják azt, hogy hát ez egy keményebb dolog, és gyakorlás, sok gyakorlás nélkül ez nem fog menni, és akkor mit tudom én, átmennek inkább valamilyen másik egyszerűbbnek tűnő hangszerre, mert azért ott is minden hangszert gyakorolni kell, és hangszert jól játszani, olyan nincs, hogy ez egyszerűbb, meg az nehezebb, az minden bonyolult, és gyakorolni kell. A bluesból eredeztetik egyébként a rock and rollt is. Az előző adásban Persze. Azt mondtam, hogy állítólag azok a fehér amerikai zenészek kezdtek el rock and rollt játszani, akiknek a blues már nem ment annyira. Játszunk egy ilyen viszonylag gyors tempós AD-s rock and rollt. Nézzük meg, hogy mire jutunk így egymással, és utána beszélgetünk tovább. Hát akkor ezt is nekem illenék elkezdeni, ugye mondjuk... Írjuk a stúdióban, és Esze Tamással gitározunk és beszélgetünk még mindig. A blues zene a témánk, de ezen belül most már nagyon-nagyon sok felé elkalandoztunk, most éppen egy ilyen... Minek hívnád ezt? Na ez egy óriási kérdés, ezt már rock'n'rollnak hívnánk, vagy ez rhythm and bluesnak nevezendő mű hát volt? Igazából én egy shuffle-nek hívnám. Na, akkor keverjük, oké, okay, keverjük. Mert ugye ritmikai meghatározásban én egy shuffle-nek hívnám, aha, de ebből bármelyik lehet akár, tehát attól függ, hogy öltöztetjük fel a többi hangszerrel. Tanár úr, jól gitározik, hát tehát ezt azért, hogy tegyük oda, nyilván zavarban is vagyok, hogy az én kis primitív tudásommal próbálom megtámogatni ezt a játékot, de visszatérve, tehát a blueshoz, a blues azért nem löki ki magából a könnyed és mondjuk egyszerű játékot. Gondolok itt ilyenekre például, hogy első fekvés. Persze. Azoknak a nézőknek mondom, akik most nem tudják, hogy miről beszélünk, és mondjuk az első ébredéssel keverik az első fekvést. Azonnal tegyük is rendbe, a gitárnak az első fekvés, az gyakorlatilag az első három érintő négy. Belül. Hát az első négy, ugye igen, négy ujjunk van, és akkor hát öt, de az igen, ötödik az támasztó ujj, úgyhogy négy ujjunk van, amit használunk a gitáron, és az kijelöl nekünk tökéletesen egy fekvést, tehát hogy az első ujjunkkal az első bundon vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy az első fekvésben gitározunk. Hát ez persze a gitáron egy nagyon fontos dolog, mert ugye nem jönnek olyan szabályosan az oktávok, meg a hangok, mint a zongorán, hát ott nekik arany életük van, ki van terítve a hangát, persze ott ugye meg más bonyolultság van. Úgyhogy és ugyanannyit keresnek, mint a gitárosok. Szóval nekünk muszáj fekvésekben, új rendekben gondolkozni, pláne az elején, mert különben teljesen elveszünk benne, és általában ugye úgy indul minden gitáriskola, minden
kotta, hogy az első fekvésnek megtanítja a hangjait, hogy egyáltalán milyen hangokat lehet ott lefogni. Most nagy szerencsére ugye az F-lá pentaton, F-blues skála, ez itt lejátszható az első fekvésbe. Úgyhogy én is általában ezt szoktam nekik leírni, az F-blues kört és az F-lá pentatont. És akkor ebből már azért valaki tényleg tök jókat elkezd játszani. Hát azt szokták mondani, hogy első fekvésben már lehet slágereket írni, és akkor akár ebből meg is lehet élni. Kedves televízió nézők, most zenélünk, jöjjön egy dal. Az előző műsorban egy olyan dalt játszottunk be, amiben én magam énekeltem, és ugye a zenekar kísért. Most az igen tehetséges és minden szempontból figyelemre méltó Orsovai Renáta fog énekelni, hiszen ő is ugye a Gorzió Művészeti Iskola tanárai közé tartozik. Egy olyan blues következik tehát, amiben az említett produkció adja elő a zenét. Tartsanak velünk, további jó televíziózást! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! You do to me. You got a motor like a brand new car, baby, start it up for me. Is something in your sexy ways. Is gonna love you all of my days. You got a motor like a brand new car, baby, start it up for me. Start it up. You make me feel like romancing. Start it up. You make me feel like dancing. You got a motor like a brand new car, baby, start it up for me. The way you move, such a machine, yeah, such a solid move. It's the best I've ever seen. You got a motor like a brand new car, baby, start it off for me. You make me feel like romancing.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább mai műsorunkat, a Hangvilla című zenés magazin műsort. Nem véletlenül vannak a kezünkben a gitárok. Én egyébként adásszünetében is tanulok, és kiderült, hogy tudom a D blues kört is nagyjából, ugye? Tehát azt mondtad, hogy az D, G és A. Így van. Na hát ilyen mélységekben vagyunk jelen formában, és el tudom képzelni azokat a szakavatott zenészeket, akik tényleg értenek a zenéhez, hogy nézik, és egy ilyen illúzió omlik össze velem kapcsolatban a zenészeknél. Na, szóval komolyra fordítva a szót, menjünk vissza akkor a blues és a blues zene irányába, és akkor bár a műsor elején már említettem, hogy összemossuk a jazzzel, de most már akkor tényleg tegyük meg. Szóval jazz blues, hiszen ez is egy irányultság, és azért azt gondolom, hogy nem véletlenül neked ez egy fontos pont, a jazz blues zene, ugye? Hát abszolút, ugye ezekkel a blues alapokkal, amit a gyerekek megtanulnak, ezekkel kezdjük el a jazz improvizációt. És utána már rájönnek arra, hogy a bonyolultabb funkciós mozgások és a bonyolultabb akkord kapcsolatokhoz már elég kevés lesz a pentaton skála, és saját magukba is felmerülhet egy ilyen igény, hogy hát azokat az akkordokat minél ugye jobban hangzó és minél jobban odaillő motivumokkal fejezzük ki, ilyen improvizációs motivumokkal. Ugye ezt csinálták a jazz zenészek is a blues-zal, ugye ezt a pár alapfunkciót, ezt a három alapfunkciót ugye kibővítették, sokszor a saját szájízük szerint, és minden nagy jazz muzsikusnak ugye volt egy-két olyan saját specifikus blues köre, amire ő előszeretettel játszott, amit ő fejlesztett ki, vagy ő talált ki, és ő nagyon virtuóz technikával játszottak erre. Hát engedelmed, de mutatnék egy ilyen jazz blues kört. Nem kell beszállnom, ugye? Hogy... Mondjuk legyünk F-ben, nem tudom, én valahogy a B-s hangnemeket jobban. Nem, nem szólok bele. És akkor mondjuk legyen egy ilyen ritmikája. Ugye itt már megelőződik egy második fokkal. Megy előről. Tanár, én csak szeretnék ebbe az iskolába beiratkozni, szóval azért mégiscsak. Igen, és ez rettentesen jól hangzik. Mennyi idő, míg egy kezdő gitáros, mondjuk egy diák, aki megérkezik a suliba, és azt mondja, hogy na, akkor én gitározok, eljut idáig? Ez gyakorlatilag akár egy 3-4 év alatt is el lehet idáig jutni, mert ugye itt már azért egy kicsit ilyen swing érzete volt a játéknak, de hát ezt persze lehet aztán számtalanféle variációban eljátszani. Tulajdonképpen ezeket az akkordokat kell tudni lefogni, ami nem egy olyan nagyon bonyolult. A bonyolult és a nehezebb része már úgy ott kezdődik, hogy erre játszani kell. Tehát improvizációs motivumokkal ezeket az akkordokat minél jobban ki kell fejezni. Ott már eléggé kevés lesz a pentaton skála, hát ott már egy csomó mindent, funkció meghatározó hang, ilyesmi, szóval a különböző kapcsolatok, hogy milyen tonalitásra vezet az akkord pár mondjuk, ezeket már azért tudni kell hozzá, és akkor a pentatonos játékból mondjuk lesz egy ilyen, hogy... Egy ilyen egyszerűbb jazz blues improvizációs kör akár kinézhet így is, Aha. ahol ugye hallatszódott, hogy ugye nem csak pentaton
hangokkal szeretném átfedni ezt az akkordsort, hanem minden egyes akkordra külön koncentrálva megpróbálok valamilyen hatást, tehát egy ilyen funkciót mondjuk a te füledre, vagy a nézők fülére gyakorolni, és akár... És ugye, így jön be a hangulat, amiről beszéltünk az előbb, hogy itt már hangulatot gerjesztünk. Hát így van, igen. Sőt, ugye már a laikus fül, és akár ebbe az improvizációba belehallotta, hogy itt az akkordok hogy mozognak. Uh-huh. Tehát, hogyha jól fejezem ki az akkordot, akkor nem is kell alá, mert ugyanarra a körre játszottam most, mint amit a kísérletben mutattam meg, és szinte hallani lehet ezeket az akkordokat, hogy megszólalnak. Uh-huh. Pedig nem az akkordot játszom, hanem az improvizációt. Tehát ettől lesz jó. Én úgy érzem, és nagyon remélem a televízió nézők is úgy érzik, hogy színes ez a beszélgetés, hiszen sok mindent kapunk most, sok felé mozgunk, úgyhogy a vége felé mozogunk a jövő irányába egy picikét. Hogy látod, hogy fejleszthető még az a történet, ami elindult annak idején, hát talán a, nem tudom, 20-as, 30-as, 40-es években, vagy akár még jóval korábban is, amit akkor úgy hívtak, hogy blueszene, aztán lett belőle sok-sok minden, különböző fúziók, hogy hol tart most, és szerinted hová lyukadhat ki egyáltalán ez a történet? Nehéz kérdés, hiszen ma azért az elektronikus, és hát ugye a popzene abszolút ural mindent, de hogy fejleszthető még ez a műfaj, bármerre, bárhová? Mindenképpen fejleszthető, és folyamatosan fejlődik is. Hát több irányba, és ezek a fúziós műfajok, ezek most különösen manapság, hogy minden stílus mindennel fúzionál, még a legtávolabbinak gondolt műfajok, és azért egész jól működnek. Hát persze ez már egy egyéni ízlés kérdése, hogy melyik az a fejlett új műfaj, ami az embernek tetszik, vagy nem tetszik, vagy melyik az, ami úgy igazából vakvágány, mert nem mozdított meg nagy tömegeket, nem volt nagy érdeklődés. De a fejlődés mellett ezekhez a gyökerekhez mindig visszanyúlunk. Tehát akár mit csinálunk, és akár hova fejlesztünk, azért ez mégis megmarad, és ennek mindig is lesz létjogosultsága, és ezeket az alapokat bárhol, bármikor elkezdjük játszani, akkor az mindig is örömet fog okozni. Hát nem véletlenül ugye ez a pár évtized, ez még a mai napig is meghatározó a zenei életben. És azért jó a blues muzsika, és azért jó a blues zene, mert ahogy te is mondtad, és ahogy megállapodtunk ebben, hogy a hangulatot teremt, és nem mindig kell hozzá nagy zenekar. Hát nyilván persze fúvósokkal, nagy zenekarra kiegészített blues művek is csodásan szólnak, de nagyon sokszor elég hozzá, ha úgy tetszik, egy gitár, egy énekhang. Egy picit rákötnék még az énekhangra. A blues igen markáns éneklést igényel, vagy legalábbis a legtutibb blues dalok úgy szólalnak meg, ha B.B. King nevét említjük meg, igen. Vagy a már sokszor emlegetett Eric Clapton, vagy Johnny Lee Hooker, tehát hogy tényleg csak a legnagyobbakról essék szó, ahol egy nagyon-nagyon markáns ének technika mutatkozik meg, sőt nem is biztos, hogy technika, hanem inkább egyfajta hang jelenik meg. A Gorzió Művészeti Suliban van blues szűrés a hangokra? Mondjuk ezt a Renitől kellett volna inkább ugye megkérdezni. Igen, hát az, hogy most ők szűrnek-e bluesra a hangot, azt nem tudom, de az, hogy... Ő jól az, énekel blues. Na, hát nagyon jó, borzasztó. De hát ő szerintem mindent jól énekel, igen. Mert egy igazi, tényleg egy nagyon komoly tehetség és figyelemre méltó. Nagyon sokféle stílus tanulnak a gyerekek énekelni is az iskolába. Nyilván most mindenkinek a saját ízlése szerint az a kedvence, amit ő szeret. Az a dekönnyű zenét tanulnak, és van klasszikus képzés is, és a könnyű zenében pedig ugye minden belefér, és ének technikailag, hogyha valaki magasan képzett, akkor ezeket bele fogja tudni énekelni, és ugye mindig a könnyű zenében, a bluesban és jazzben is mindig a legfontosabb, hogy mire van fülünk. Tehát mihez, ez egy olyan tehetség, amivel rendelkezni kell ahhoz, hogy jó zenészek legyünk. Ha van hozzá fülünk, akkor meg fogjuk hallani azokat a hangokat, amik igazán beleillenek abba a műfajba. Meg fogjuk találni azt, hogy azt a nyújtást, azt meddig kell nyújtani, hogy ne legyen kristálytiszta, de mégse legyen hamis, hanem pont az a kis koszosság, az a kis lazaság. Meg fogjuk találni ritmikailag a helyünket, hogy ne késve játsszuk a hangokat, de ne hajszál pontosan ott, ahol kell, tehát kicsit ilyen offbeat-es, kicsit mögé játszva. Szóval ehhez tehetség kell, rengeteg zenét kell hallgatni, ezeket a klasszikus jazz műfajokat, blues zenét, és a fülünket erre meg kell tanítani, és menni fog. Na, én abban reménykedem, hogy ebben a műsor sorozatban, ahol hétről hétre jelentkezünk, tartanak velünk olyan, akár fiatalok, akár idősebbek, akik fogékonyak, és meg szívesen tanulnának, foglalkoznának a zenével, úgyhogy ilyen
tekintetben vagy ebből a szemszögből szeretettel ajánlom a Gózió Művészeti Iskolát, nyilván remek tanárok hívják, várják az érdeklődőket, és ezt a műsorsorozatot, mert hogy mi azért itt nagyon sok mindent megpróbálunk továbbadni, és mindig van egy ilyen bújtatott reménység bennem, hogy talán most lát bennünket egy fiatal fiú, lány, teljesen mindegy. És megérik benne a gondolat, hogy de szép az a gitár, milyen szépen csillog, és ráadásul a szemüveges bácsi milyen ügyesen játszott, és hogy én szeretnék megtanulni úgy gitározni, és akkor hogy hát, ha vesznek egy hangszert, és hát, ha elindulnak a zenészlét igen rögös útján. Úgyhogy én ebben a reménységben búcsúzom, és ebben a reménységben készülnek ezek a műsorok, hogy talán sikerül érzékenyítenünk egy picikét. Hát akkor mit szólnál a csodálatos DGA című összeállításhoz? Ugye nagyon ezzel, szuper, érdeklődéssel várunk. Igen. Ezzel búcsúzunk, kedves televízió nézők, és én kérek elnézést, hogy ilyen mélységekben rántalak a zene tekintetében. Egy Mici Mackós jellegű és beütésű blúzzal fogunk elköszönni. Hát egy tempót megpróbálok kitalálni rá. Köszönjük, hogy itt voltak, hogy itt vannak velünk. Nézzék tovább a Fehérvár televíziót, és egy hét múlva hívjuk Önöket. További jó tévézést. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.